mindenképpen figyelemre méltó 30 darab pont jött ki a vízbe, és azért ők adták a súlynak az ömét, ami súly azért megközelített a mázsa 20-at, tehát gyakorlatilag jóval mázsa fölött, amiből nyugodtan mutatjuk azt, hogy ez a 30 kiló pont ez önmagába kis önmagába hozta az egy mázsát. A legkisebb halatfogó és a legnagyobb halatfogó versenyző is kapott külön díjat. Ezeknek a halaknak mekkora volt a mérete? A legkisebb hal ez 8 centi volt, ugye patika mérlege nem készültünk, tehát a legkisebb hal a centibe mértük, ez 8 centis volt, a legnagyobb hal pedig 8,1 kg volt a verseny végezetéig, mert a verseny végén az eredmény hirdetésnél ezt azért egy 20 kilós busa megelőzte, amit a legkisebb halatfogó megnyert. Itt a horgászaton kívül rendkívüli gasztronómiai élményben is részünk lehetett, nagyon sok finomsággal készültetek. Voltak különlegességek, mit említeni meg a rádióhallgatóknak, amit esetleg érdemes legközelebb kóstolni valahol itt a környéken? Én azt mindenképpen megemlíteném, hogy ezek a különlegességek, ezek az egyek ki a busát a Balatonból kampányunknak a jegyében zajlottak és főttek, meg sültek. Busafasírt volt, püstölt busa, busás káposzta, gombás, ponypaprikás, ugye nem busa volt, nem volt a kakukk tojás. Tehát igyekeztünk azért hallal etetni a versenyzőket, bízva abban, hogyha nem fogtak, és ugye versenyen úgy amúgy is, ha fogtak is vissza kellett engedni, azért nem menjenek vele úgy a Balaton partjára, hogy nem kóstolták a balatoni halat. Hogyha valaki most hallgatja a mi beszélgetésünket, és kedvet kap ahhoz, hogy eljön ide horgászni, akkor ezt mettől meddig teheti meg? Mikor indul a szezon? Mikor indul a szezon? Gondolom ez már megtörtént. És meddig tart? Gyakorlatilag a horgász érdeklődés fogja eldönteni, hogy meddig tart a szezon. Legkésőbb, amikor befagy a látfedelés, akkor be fogjuk zárni. Addig, amíg jönnek a horgászok és érdeklődnek, addig nagyon nagy szeretettel várjuk őket. Látfedelesen idéntől éjszakai horgászokra is nyílik lehetőség az elsősorban hétvégén több napos horgászokkal. Ezt azonban egyelőre csak előre bejelentkezéssel tudjuk megoldani. De ugyanúgy, mint tavaly reggel 7-től este 7-ig lassan, május 1-től minden nap itt lesz a víz, és nagy szeretettel várunk mindenkit. A halak lehet, hogy nem ekkora szeretettel, de azért ők is várják a kedves hallgatókat, higgyék el. És akkor jövőre újra, immáron a 9. média kupa? Jövőre veletek ugyanígy. Köszönjük szépen, itt leszünk, nektek pedig további jó munkát. Köszönöm szépen.